Természetesen nem csak itthon, de Németországban az Európa bajnokság helyszínén is futballázban égnek az emberek. Az elmúlt hét pénteken elrajtott kontinens viadal szurkolók ezreit mozgatja meg, akik a stadionokban és a nagyvárosokban buzdítják válogatottunkat, olykor nem is olyan békés módon. Péntek este a Németország-Skócia meccsen rajtolt el a labdarúgó Európa-bajnokság, ahol a házi gazdák maga biztos 5-1-es sikerükkel megüzenték mindenkinek, hogy bejelentkeztek a trófeáért. Mint ismert, az A csoportba sorolt magyar válogatott 3-1-es vereséggel kezdte a tornát a svájciak ellen. A kölni stadion környékén a magyar szurkolók is megszólaltak a mérkőzés után. Sajnos lassan kezdtük a mérkőzést, a második fél időben felébredtünk, de sajnos túl későn. Ezt a győzelmet mi adtuk Svájcnak, mi adtuk nekik, nem ők nyerték meg, mi adtuk nekik. Nagyon szomorú vagyok, Magyarországnak szurkoltam, de most szomorú vagyok. Hajrá Magyarország! A B csoport rangadóját Berlinben rendezték, ahová több ezer spanyol és horvát szimpatizáns érkezett. A hivatalos szurkolói zóna a brandenburgi kapunál már órákkal a mérkőzés kezdete előtt zsúfolásig telt. Bár a mérkőzés után a spanyolok örülhettek, Horvátország az elmúlt években már bizonyította, hogy nem szabad leírni őket. A Hollandia-Lengyelország mérkőzésen Hamburgban hátrányból felállva nyertek a narancsmezesek, a lengyel szurkolók ennek ellenére jó hangulatban és bizakodva várják a következő két találkozót. Nagyszerű volt, a játékosaink nagyon jól játszottak, bár elvesztették a meccset, de minden alkalommal velük vagyunk. Természetesen bizakodunk, legközelebb Ausztriával és Franciaországgal játszunk majd, ők nagyon erős vetélytársak, de remélem, hogy minimum egy meccset megnyerünk. Büszkék vagyunk a srácokra, mert legutóbb nem játszottak olyan jól, most bebizonyították, hogy javítottak a játékukon, úgy játszottak, mint egy igazán jó csapat. A szurkolókon kívül természetesen a játékosok körül is rengeteg érdekes történet van. A Szlovénia-Dánia mérkőzésen az a Christian Eriksen vezette ki az északi válogatottat, akit a 3 évvel ezelőtti torna nyitó meccsén szívmegállást követően a pályán élesztettek újra. A visszatért középpályás szerezte meg a vezetést a dánoknak. Gondolom, hogy ezúttal más lesz a történetem, mint legutóbb, ami nyilvánvalóan nagy dolog számomra. Szerencsére sok meccs telt el, amióta ez történt. Ahogy egy korábbi interjúmban is elmondtam, magabiztosan mentem bele a játékba, és biztos voltam benne, hogy újra játszani fogok. Szóval örültem, hogy újra játszhatok, és nyilvánvalóan egy Európa-bajnokságon képviselni a hazádat nagy dolog számomra. Persze a futball egy érzelmes műfaj, pláne Angliában. Így érthető, mennyire készültek a szigetországi drukkerek csapatuk bemutatkozására Szerbia ellen. Az ellen a Szerbia ellen, amely utoljára 2000-ben vett részt Európa-bajnokságon, most pedig a magyar csapattal azonos selejtező csoportból jutott ki. Déli szomszédaink szurkolóinak vonulását rohamrendőrök kísérték Gelsenkirchenben. Sajnos a találkozás nem volt erőszakmentes, a több tucat ember közötti dulakodás miatt véres lett a föld és üvegek törtek össze. A brit rendőrség közleményben tudatta, hogy német kollégáik több letartóztatást hajtottak végre, a pályán végül Anglia győzött 1-0-ra. De ott lesz az EB-n Ukrajna is, amely jelenleg is háborúban áll a szomszédos Oroszországgal, így a játékosok számára extra motivációt jelent, hogy a futball erejével adjanak reményt honfitársaiknak. A válogatottat a korábban a Ferencvárost is irányító Szergij Rebrov vezeti. A háború folytatódik, és ez még több motivációt jelent a játékosok számára. Személyesen is rengeteg üzenetet kapok a harcosainktól, a katonáinktól, a barátainktól, akik most Ukrajnáért, Ukrajna szabadságáért harcolnak. És biztos vagyok benne, hogy nagyon büszkék ránk, mi pedig nagyon büszkék vagyunk rájuk. Ez a torna tényleg az országunk szelleméről szól. A foci EB július 14-éig tart, mi pedig továbbra is igyekszünk minden érdekes történetet megmutatni a radar nézőinek.